Mára már hagyománnyá vált az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a Békés Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság által rendezett Lakástűz egy konténerben című rendezvény. A program célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az adventi és karácsonyi időszakban a nyílt lángú világító eszközök, gyertyák és a karácsonyfán elhelyezett csillagszórók veszélyeire. Egy konténert rendeztünk be, amelyben bútorokat helyeztünk el, illetve egy feldíszített karácsonyfát. A karácsonyfán egy csillagszórót helyeztünk, ami a tüzet okozta. Bemutattuk, hogy egy lakószoba 2-3 percen belül teljesen ki tud égni. Egy lakószobában rengeteg égető anyagot találunk. Ez a saját otthonainkban is igaz, hogy 2-3 percen belül fog az a tűz átterjedni egyik helyiségünkről a másikra. Manapság egyre kevesebb karácsonyfa tűzhöz riasztják a tűzoltókat, mint az elmúlt években. Az adventi, karácsonyi időszakban általában a csillagszórók és az adventi koszorúk okozzák a lakástüzeket. Amikor egy tűzhelyen zsiradékot, étolajat felejt a háziasszony, vagy a éppen sütést végző személy, és ez az olaj, zsír felforrósodik, majd begyullad. Ebben az esetben rettentő sok olyan negatív tapasztalat volt országosan, hogy ezt vízzel próbálták megoldani. Itt a bemutatón is ez jól látszott, hogy amennyiben erre a forró zsiradékra, illetve olajra vizet öntünk, akkor ez az olaj ki fog vetődni, egy nagy lángcsóvát láthattunk itt a bemutató során. Bemutatón nem csak a karácsonyfa tűzre hívták fel a figyelmet, hanem a konyhákban előforduló tűzre is, amikor is az emberek a tűzhelyen felejtik az ételt. A tragédiák elkerülése érdekében az első és legfontosabb, hogy semmilyen nyílt lángú eszközt, gyertyát, csillagszórót ne hagyjunk felügyelet nélkül lakásunkban. Mindenképpen hasznos az is, ha van otthon egy tűzoltó készülék, így egy tűzesetnél rögtön meg tudjuk kezdeni a tűzoltását.